Sziasztok! Rengeteg negatív kommentet kaptam a bajai halászleves videómmal kapcsolatban. Jött rengeteg privát megkeresés is, ezek közül a kettő kedvencemet kiemelném. Az egyiket Enikőtől kapszam 0 óra 41-kor. Minden bajai nevében megkérünk, hogy azonnal töröld a videót, végtelenül sértő, hogy ezt a halasz zöldségleves bajai halászlének nevezett. Köszönjük a megértésed. És itt egy másik, amit Gábortól kaptam Facebookon. Kedves Tilla, bajai halászlé főző tanfolyam indul a hétvégén. Várunk szeretettel, hidd el, hogy szükséged van rá. Köszönöm a megkeresést, bár a tanfolyamra nem mentem el, de az alpolgármester úr meghívott, hogy főzünk együtt bajai halászlevet, úgyhogy utána jártunk, hogy hogyan is készül az eredeti, hamisített a bajai halászlé. Reggel tehát autóba pattantuk a Street Kitchen stábbal, és meg sem álltunk bajáig. Itt az érkezésünkre összehívták a bajai halászléfőző bajnokok egyesületét is, így a létező leghitelesebb forrásban nézhettem meg, hogy hogyan is készül ez a klasszikus étel. Nagyon szuper volt látni a helyiek lelkesedését és szakértelmét, viszont az is kiderült, hogy még baján is vannak, akik a saját ízlésüket követve eltérnek az autentikus receptől. Sajnáltam, hogy így beleszaladt, mert szerintem korrekt volt az. Tehát úgy, hogy kívülállóként főzte. Most, köszönöm! Ezekért a mondatokért már megérte leutazni. A megszerzett tudás birtokában most pedig elkészítem az eredeti bajai halászlevet bográcsban, az eredeti bajai recept szerint, úgyhogy gyertek velem! Na akkor kezdjük! 2,5 kg pontyot fogunk használni, amit előző este már besúztam. Só összetartja a halhúst, egész más lesz a hal konzisztenciája, és finomabb lesz a halhús is. Ezzel fogunk kezdeni, hogy belerakjuk a bográcsba. Kilónként egy nagy fejhagymát fogunk használni, tehát most 2,5 nagyobb hagyma fog belekerülni, és az egészet fel fogjuk önteni pontosan 3,75 liter vízzel, hiszen kilónként 1,3-1,5 liter víz megy hozzá. És akkor most az egészet egy kicsit így elkavarjuk, és Istit meg szeretném kérni, hogy tegye fel nekem a tűzre. Ups! Hogyha felfolt teljesen, onnan folytatjuk. Szóval a továbbiakban Isti fog nekem segíteni, nézzétek meg, gyönyörűen felfort az egész, úgyhogy ezt most egy picit mozgatjuk, hogy ne fusson ki értelemszerűen. Igen, ez egy kritikus pont, elég gyorsan ki tud futni. Amikor ilyen szépen felhabzott, ugye kicsapódott a zsír, ami a halban van, és a paprikát most rá fogjuk szórni. 1 kg halhoz egy púpozott evőkanál piros paprika kell, úgyhogy én most 2,5 fogok használni. És képzeljétek el, hogy baján kaptunk ilyen kis cseresznyepaprikát, amit ősszel leszoktak fagyasztani, hogy egész évben az autentikus módon tudják megfőzni a bajai halászlevet, hiszen a paprika az ugye egy nyári zöldség, úgyhogy azt mondták, hogy ízlés szerint olyan 2-3-4, vagy ki milyen csípősen szereti, én most egy olyan 3 darabot fogok beletenni. Így mi, és még egy kis fát fogunk rá pakolni, hogy nagyon durván zubogjon az egész, és 35-40 perc múlva el is készültünk vele. Letelt a 35-40 perc, úgyhogy most Istit megkérem, hogy vegye le nekem, és utána tálalunk. Köszi. És végül következzen a bajai halászlé egyik, vagyis másik fő eleme, a gyufatészta, amit ugye házilag állítottunk elő, 2 tojásos tészta, ezzel semmi probléma nem volt, sőt, azt mondták, hogy az enyém sokkal szebben sikerült, mint amit ott csináltunk, de ezzel sincs semmi probléma, tehát akkor tálaljunk. Én amikor baján voltam, akkor azt mondták, hogy van, aki leszűri a levet, van, aki pedig nem szűri le, én most le fogom szűrni, és így fogom megkóstolni. Nézzétek meg, gyönyörű lett a színe. Akkor lássuk, hogy mit főztünk. Nagyon hasonlít ahhoz, amit én csináltam, és szinte teljesen olyan, amit baján csináltunk,
úgyhogy nagyon finom lett. És azt el kell, hogy mondjam, hogy Baján is mindenki másként csinálja. Valaki tesz bele paradicsomot. Köszönöm. Uram, bocsánat, pürét is tesznek bele. De semmi baj nincs ezekkel a dolgokkal. Alaposan sikerült utána járni, úgy gondolom, a bajai halászlének, úgyhogy ti is főzzétek meg, küldjétek el, kövessetek minket Instagramon, Facebookon is, mindenhol. Sziasztok!